Az utolsó csomagokat maguk a diákok segítettek felpakolni a Beregrákosra induló buszra. 5 órával később Tatától mintegy 500 kilométernyire már is szétosztották a tartós élelmiszereket a rászorulók közt. Csoki, étolaj, tészta, kakaó. Sok minden gyűlt össze az idei akcióban is, hogy ilyenkor miért különösen fontos gondolni azokra, akik nehéz körülmények közt élnek, a diákok is tudják. Hogy ők is tudjanak enni, mint mi, és normális karácsonyok legyenek. A település és az iskola kapcsolatában 3 éve minden karácsony előtt gyűjtést szerveznek a szülők és a pedagógusok összefogásával. 140 kisgyerekről van szó, és egyben 140 családról. Számukra állítottunk össze tartós élelmiszerekből kis csomagot. Kőhalmi Zoltánné Jutka néni volt az ötletgazda, aki 3 évvel ezelőtt ezt a projektet elindította, és szerencsére a tantestületben is, és a szülők körében is sok követőre talált. Idén a Timárné Mészáros Éva kolléganőm, Tománi Kutyanics Ágnes kolléganőm, Méri Márta kolléganőm segített sokat a csomagok összeállításában. Amit a szülők összeadtak, élelmiszereket kiosztották szépen egyenletesen. Ami csomagban még hiány mutatkozott, például nem jött össze elég étolaj, ott vagy például csokoládé, ott az alapítványunk, a Kőkuti Iskola alapítványa szállt be egy összeggel, és akkor a hiányzó részeket pótoltuk. Számon tartanak minket. Idén úgy alakul a dolog, általában többen egy nagyobb fogadó csapat van. A református egyház segítségével tudjuk kijuttatni a csomagokat, és az ottani református lelkész is találkozik velünk, és most úgy jöttek össze a csomagok, hogy a lisztből és cukorból több érkezett, mint amennyi, mint a 140 darab, úgyhogy a fennmaradó adagokat azt a református egyházon keresztül a ottani református gyülekezet felé fogjuk továbbítani. A településen élő rászoruló családok számítanak a segítségre és várják az iskola adományát. A helyi intézmény és a Kőkuti között pedig évről évre egyre szorosabb a kapcsolat.